Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Ránk hangolódtak? Akkor neki kezdünk. Az Echo TV budapesti stúdiójából jelentkezik a higgadt, mérsékelt és megfontolt házigazda, Bájer Zsolt. Jó estét kívánok, nagyon szépen köszönöm. Jó estét, sok szeretettel köszöntöm mindnyájukat itt a stúdióban, és természetesen odahaza a képernyők előtt. Szép, érdekes, színes, mulatságos adásunk lesz, megígérem. Bár ha marad egy kis idő a végére, akkor szokásomtól eltérően filozofálgatni is fogok önökkel, jó? De addig sokat fogunk nevetni. Mindjárt bevezetésképpen meg fogunk tekinteni egy ilyen kicsike, fröccsöntött műanyag gazembert, jó? Kicsit meg vagyok szeppenve. Na nem azért, mert ez az első parlamenti felszólalásom, hanem azért, mert Isten bizony ennyi bűnöző előtt még életemben nem beszéltem. Képviselő úr, ahhoz képest, hogy ez az első hozzászólása, ahhoz képest feltűnő modortalanságról és ostobaságról tett a bizonyságot, úgyhogy vagy moderálja magát, vegye észre, hogy nem szól a mikrofonja. Legyen szíves, válogassa meg a szavait, mert nem a kocsmában van a jobbikus haverjai között, hanem képviselőtársai között, és tisztelje meg őket, meg a választókat, akik mögöttük állnak, világos? Köszönöm szépen a kioktatás kövér elvtársnak. Természetesen akinek nem inge, az ne vegye magára. No, hát így néz ki egy kis fröccsöntött műanyag gazember. Ez Jakab Péter, a Miskolci Jobbik nagy ágyúja. Azért mondom, hogy kicsi fröccsöntött műanyag gazember, mert ahogy egyik kedvenc filmemben, a Megáll az időben elhangzik ugye az ikonikus mondat, hogy nem mindegy, hogy milyen szinten vagánykodik az ember. Így aztán ebből levezethető az is, hogy az sem mindegy ám a negatív tartományban, hogy ki milyen szinten gazember. Mert lehet hatalmas formátumú gazember is valaki, aki nyomot hagy az időn és a téren. Ez a szegény, beszélő ez egy picike gazember, és ő nem fog nyomot hagyni, sem téren, sem időn. El fog múlni, és ha lesznek ivadékai, azoknak lesz örök szégyene, hogy ilyen kis ótvar rohadék volt a felmenőjük. Ez a helyzet. És egyébként ő bűnözőz le mindenkit a köztársaság parlamentjében, miközben éppen most derülnek ki ilyen kis érdekességek a Jobbik házatájáról. Ugye Novák Előd jelentette be a minap, mint a Jobbik pártalapítványának volt kuratóriumi tagja, mert épp lemondott, és elmondta, hogy osztogatnak közel félmilliós fizetéseket azoknak, akik hűségesek a vonához, Pörzse Sasa, aki már 4 éve nem képviselő, de megkapja a teljes képviselői fizetését a pártalapítványtól tőlünk, mert az a pártalapítványi pénzekben azok a állami támogatások vannak, mert ők mindig erre hivatkoznak, hogy az adófizetők pénze. Hát önöknek például van kedve a Pörzses Annyinak havi félmisit fizetni? Na ugye. És közben bűnözőznek, és ilyen apróságokról azért még ne feledkezzünk meg, hogy a tanú megelevenedett, az ikonikus Bacsó Péter film, ugye, Virág elvtárs, ez a védőbeszéd, nem elnézést, ez már az ítélet. Ugye a jó gyöngyösikém bemegy 4-én a Hír TV-be, ahol elmondja, hogy kizárták Torockait a pártból, aki 7-ére van beidézve az etikai bizottság ülésére. De a Marci már 4-én tudta. Virág elvtárs, bocsánat, ez már az ítélet. No, ezek bűnözőznek. Amúgy most, hogy így beszélgetünk pénteken, a mai friss ropogós hír az Index írta meg először, hogy megtörtént. Tehát Torockait kizárták, innentől pedig következik a pártszakadás. És már csak az a nyitott kérdés maradt, hogy vajon a Jobbik parlamenti frakciója egyben marad-e.
kíváncsian várjuk a fejleményeket. És akkor ugorjunk egy nagyon nagyot a világban, mikor arról szoktunk beszélni, hogy teljesen új idők vannak, itt vannak a szép új idők, elérkezett a szép új világ, és szoktunk itt rémüldözni, hogy mit művelnek, gender ideológia, ilyen házasság, olyan házasság. Megint sikerült szintet lépni, édes véreim. Következő hírt hagy olvass, vagy osszam meg önökkel. Nem lesz többé bikinis felvonulás a Miss America szépségversenyen. Kedreggel a Good Morning America című tévéműsorban jelentették be, hogy nagy változásokon megy keresztül a program az egyik legnagyszabásúbb versenyen. Ezentúl nem lesz bikinis felvonulás, és nem lesznek megkötések a méretekre, így a súlyra vonatkozóan sem. A Miss America elnöke Gretchen Carlson kijelentette, ezentúl nem szépségverseny lesz, hanem verseny lesz. A jelölteket ezentúl nem a külsejük alapján ítéljük meg, és ez óriási dolog, fogalmazott. Emberek, eljött a nagy pillanat. Elérkezett az az idő, majd kérem is a kollégáimat, hogy vessünk egy pillantást a csodálatos jövőbe. Ugye eddig voltak ezek a megszokott ilyen ócska szépségversenyek, amik arról szóltak, hogy mindenféle brutál jó csajokat lehetett nézegetni. Nem mondom, hogy IQ fighter volt mindegyik, semmiképpen sem állítanám, hogy atomfizikusok és agysebészek vonultak fel, na de hát nem az volt kiírva, hogy atomfizikus verseny, hanem az, hogy szépségverseny. És ugye a szépségverseny, gondoltuk, mi az arról szól, hogy ki a legjobb nő? Túrót. Fölvirratt a nagy nap. Most jött el a Gobbi Hildák és a Gurmai Ziták ideje. Bárki elmehet mostantól szépségversenyre, édes véreim. Itt az új világ. Megérkeztek. Bár ez meg egy régi típusú, tehát ez is jó. Ez se rossz, de ezentúl ez is be lesz tiltva, mert bikini se lesz, de ugyanezt majd valami kis nejlon otthonkába. És az a jó, hogy tényleg azt hiszik valószínűleg, hogy ezzel most valami fantasztikus dolgot tettek, és a nők ledegradálása valami szexszimbólummá, az meg fog szűnni, és mostantól agysebészek fognak majd versenyezni, és tényleg nem jöttek rá, hogy mostantól továbbra is nagyon hülye és ostoba szerencsétlenek fognak körbesétálni, de legalább rondák is lesznek. Fantasztikus! De itt a szép új világ, és ha már a szép új világot emlegettük, akkor drágáim, most olyat mondok, hogy ilyet még nem. Én elhiszem, hogy már sok mindenhez hozzászoktunk, de amit most fel fogok olvasni, az jelen pillanatban túl van minden határom. És biztos azt fogják hinni, hogy én írtam a hírt, de nem. Ez a hír, ez valódi hír, és így szól. Gyereket szült egy transzgender férfi, és most fel van háborodva. Megszülte gyerekét egy transzgender férfi, aki most azt akarja, hogy mint apa jegyezzék be a hivatalos dokumentumokba, ám fel van háborodva azon, hogy a hatóságok anyaként definiálják, mivel ő szülte a gyereket. A brit legfelsőbb bíróságig vitte ügyét az a transzgender férfi, aki nem törődött bele abba, hogy anyaként hivatkoznak rá, pedig szült egy gyereket. Az anya azt a jogszabályt támadja, mely szerint arra a személyre, aki megszüli az utódját, anyaként kell hivatkozni. Az, hogy anyaként skatujáznak be engem, sérti az emberi jogaimat, és nem tartja tiszteletben a családi életemet, mondta. Ítélet a mostani tárgyaláson nem született, a brit sajtó is azt írja, amennyiben sikerrel jár a tárgyalások során, az ő gyereke lesz az első, akit nem anya szült meg.
A következő tárgyalás szeptemberben várható. Na, drágáim! Nem próbálom kibogozni, tehát nem nagyon értem. Nem nagyon értem, hogy tulajdonképpen mit akar ez a szerencsétlen barom állat, de belekapaszkodnék az utolsó mondatba. Tehát az ő gyereke lesz, zárójelbe tegyük hozzá, képzeljék el ezt a gyereket. Képzeljék el, most született, és már az egész élete most egy tragédia, ugyanis egy komplett kretén, az apuka anyukája, hogy anyuka apu, apu anyu egybe, egy barom, akit be kéne zárni egy elmegyógy intézetbe, nem szülni, hagyni. És akkor azt akartam volt csak mondani tehát, amit írtak a brit lapok is, hogy ez a gyerek lesz szegény az első, akit nem anya szült, már hogyha megnyerte a pert. Ebben az esetben viszont feltétlenül javaslom, hogy Macduffnak kell keresztelni. Tudják miért? Ugye Shakespeare Macbethje megvan. Azt jósolják Macbethnek a banyák, hogy őt senki nem tudja megölni, csak az, akit nem anya szült. És a darab végén előkerül ugye Macduff, akit, ahogy ő fogalmaz, nem anya szült, mert idő előtt vágták ki az anyja hasából, és ő fogja Macbethet megölni. Tehát, ha van egy kis irodalmi tájékozottsága ennek a szerencsétlen seggfejnek, anyuapunak, akkor legalább annyi humora lenne, hogy Macduffnak keresztelje a gyermekét, hogyha netán feltűnik valahol egy új Macbeth, akkor legyen, aki meg tudja ölni, nem? Ennyi haszna legyen az egészből szegénynek. De haladjunk tovább ezen az úton, mert nehogy azt higgyék, hogy vége van. Csodálatos híreim vannak még. Az egyik az például úgy szól, csak kicsit sok a papírom, de előbb-utóbb megtalálom. Igen, az amerikai szépségverseny megvolt. Na, ebbe beleszerettem. 90 év után derült ki a féltve őrzött családi koránról, hogy a szovjet BTK arab betűs kiadása. Azt mondja, így szól a hír. Igazi könyvritkaságot adományozott egy baskíriai család egy helyi múzeumnak. A könyvet a család generációk óta nagy becsben tartotta, meggyőződésük szerint ugyanis az a muszlimok szent könyve a Korán volt, amit babonáik szerint rongyba csomagolva a gyermekek párnája alá kell rakni, hogy azok nyugodtan maradjanak. A könyvet a múzeumnak adományozó nő szerint így is tettek, generációkon keresztül, és csak évtizedekkel később jöttek rá, hogy a könyv igazából nem a Korán, hanem a szovjet büntető törvénykönyv 1926-ban kiadott baskír fordítása, és a baskír nyelv akkor még az arab írást használta. Ennyi a hír. Ehhez viszont annyit vagyok kénytelen hozzátenni, hogy szerintem a kívánt célt sokkal jobban elérték, mintha a Korán lett volna. Mert ha van valami, ami a legtökéletesebben el lehet aludni, az nyilván a szovjet BTK arab nyelvi fordítása. Hát ahhoz képest a Korán kifejezetten felizgat mindenkit, nem? Tehát végül is a család, ami a gyerekek fegyelmezését illeti, sokkal jobban járt. De azért ez annyira cuki. Képzeljék el, szegények, a dédi, a nagyi, az apu meg a gyerekek, amikor rájönnek, hogy a szovjet BTK-val szundikálnak 70 éve. Hát ez mindennek a teteje. Több hírem nincs mára, de azt ígértem az elején, hogy ha marad időm, akkor szeretnék egy kicsit filozofálgatni, és maradt annyi időm, hogy ezt megtegyem. Szokásomtól eltérően egy kicsit komolyabb témát hagy hozzak ide. Ha már a héten emlékeztünk arra a napra, amikor 98 évvel ezelőtt Trianonban, a nagy Trianon kastélyban aláírták valószínűleg a újkori történelem
leggyalázatosabb és legbecstelenebb békediktátumát, melynek köszönhetően a magyarság elveszítette országának kétharmadát, nemzetének pedig egyharmadát. És mélységesen igaz az a közhelyé silányított és koptatott mondat, hogy magyar az, akinek Trianon fáj, mert nyilvánvaló, hogy ezt a sebet soha nem lehet begyógyítani, és soha nem lehet kiheverni. Ugyanakkor engedjék most meg nekem, hogy egy kicsit megpróbáljam ezt az egész dolgot fordítottan nézni. Mert mi magyarok nem csak Trianon óta vagyunk hajlamosak arra, hogy nagyon szeretjük elsiratni saját magunkat. Ez valahogy az egész 1100 éves történelmünkkel egyidős. Ez a lelki alkatunkból következik. Gondoljanak csak bele, csak az irodalmunkban, hogy ha a legszebb magyar versorokat keressük, akkor mindig újra és újra az lesz a legszebb magyar versor, vagy az, hogy elhull a virág, eliramlik az élet. Ugyebár Petőfi szeptember végén. Meglehetősen letargikus versor. Ezt időnként megelőzi az, hogy most tél van, és hó, és csend, és halál. Vörös Marti előszavából, ugye. Ennél tökéletesebb pusztulást nehéz lenne egy versorba összefoglalni. És ez a mi kedvencünk. Ezt értjük. Ez jön valahogy a lelkünkből. A himnuszunk is olyan. Milliószor elmondták már, hogy nincs még egy nemzet, amelyiknek ennyire szomorú lenne a himnusza. És még ezen a himnuszon belül is van egy sor, Csóri Sándor egy egész esszét szentelt neki, és jól tette. Ugyebár úgy szól az a sor a himnuszban, hogy s ach, szabadság nem virul a holtnak véréből. Kínzó lapság könnye hull árvánk hőszeméből. Hogy szabadság nem virul a holtnak véréből, az nem egyebet jelent, mint azt, hogy itt minden áldozat hiába való. Mi bármit tehetünk, meghalhatunk, hiába való lesz minden. És mennyire rímel erre Adi a magyar messiásokkal, ugyebár. Sósabbak itt a könnyek, s a fájdalmak is mások. Ezerszer messiások a magyar messiások. Ezerszer is meghalnak, s üdve nincs a keresztnek, mert semmit se tehettek, ó, semmit se tehettek. Teljes kilátástalanság. És ilyenek vagyunk 1100 éve, és kétségtelen tény, hogy bennünket a história nagyon megdobált, nagyon meggyötört, de mi lenne, ha ez a magyar nemzet pontosan emiatt az 1100 év miatt megtanulná végre, hogy pont 180 fokot fordítson a saját magáról való gondolkodáson. Ugyanis, drága barátaim, az a helyzet, hogy ha így nézzük, akkor ez az 1100 év, ez egy igazi sikertörténet. Ugyanis csak abba gondoljon bele mindenki, legalább egyszer életébe, hogy 1100 év alatt hányszor és micsoda erők mozdultak meg pusztán azért, hogy mi egyáltalán ne is legyünk. Micsoda erők és hányszor? És hányszor álltunk a küszöbén annak, hogy tényleg ne is legyünk egyáltalán. Illyés Gyula, aki valószínűleg a legszebb verset írta, amit valaha írtak a magyar nyelvről. Ugyebár azt írja a Koszorúban, hogy felmagasodni nem bírhatsz, de lobogsz még, szélkaszabolt a magyar nyelv, lángjaidat kígyóként a talaj szintjén iramítva, sziszegvén néha a kíntól, máskor a béna dütöl megalázott, elhagytak szellemei. Így és azt írja, hogy elhagyták a nyelvet a szellemei. Az a nyelv, amit elhagynak a szellemei, akik a beszélői, az a nyelv nincs többé. De ez a nyelv van.
És nem csak a nyelv van, ez a nemzet is van. És hiába fogott itt össze mindig mindenki mi ellenünk, egész egyszerűen azzal kell szembesülniük, hogy bármi történik, mi itt vagyunk. Még mindig. És azok, akiket 98 évvel ezelőtt elszakítottak mi tőlünk, azok sem voltak hajlandóak feladni sem a nyelvüket, sem a kultúrájukat, sem a gyökereiket, sem a tradícióikat. Konokul, megáltalkodottan magyarok maradnak minden ellenkező szándék ellenére. Mi ez, barátaim, ha nem egy sikertörténet? Mi lenne, ha mondjuk Trianon 100. évfordulójára eljutna oda ez a nemzet, hogy végre így tekintsen saját magára? És hogyha az állandó önmagunk elsiratásával eddig tudtunk jutni, hát képzeljük el, hogy mire jutnánk, hogyha sikertörténetként gondolnánk végre magunkra. Ez volna a trianoni útra való, és ezzel vége az első résznek. Rövid szünet, messzire ne menjenek, mert a második részben Németh Szilárd lesz a vendégem. Köszönöm. Folytatjuk adásunkat, vendégem a stúdióban Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Szerbusz! Szia Zsolt! Sziszi, először is maradt a Kötsei pince pörköltödből? Abból nem sok. Azért, mert én ettem belőle, hogy átkozott túl jó volt. Na, hát örülök neki, ezért főztem. De semmi gond, mert az őszi köcsén lefőzlek. Miben is? Én kell szépen lecsót fogok lecsót? Csinálni. Lecsót? De a fasorban nem lesz. Az elnök asszony szokta főzni. De most én is lecsót Patica. Fogok főzni. És én vagyok a legjobb. És mi a speckója? Az én lecsómnak? Aha. Az, hogy finom. De akkor van benne kolbász, sonka? Sose teszek bele kolbászt. Nem? Virslivel csinálom és tojással. Ah, hát ez eleve nem lehet jó. Virslivel? Na majd meglátjuk. Sziszi, amennyi már kiderült itt a következő 4 éves ciklusból az az, hogy mindenképpen a honvédelem, illetve a hadsereg fejlesztés az nyertese lesz a következő éveknek. Kezdjük el a KH-tól. Miért van erre szükség? Hát először is ez egy hosszú távú, tehát úgy, ahogy mondtad, ugye gyakorlatilag annak a projektnek is az a cím, hogy Zrínyi 2026, kiváló magyar hadvezérről elnevező, és az egyik dátum a 2026 ugye meghatározva. Hát miért van szükség? Hát két okból van arra szükség, hogy hihetetlen nagy pénzeket áldozzunk az ország biztonságára. Egyrészt, ha körbenézünk, akkor azon nagyon csodálkozhatunk, hogy a magyar hadsereget, amelyik fogalmazhatunk úgy, hogy az ország szuverenitásának és az itt ülő emberek, illetve az ország lakosságának, a biztonságának a garanciája, azt mindenféleképpen fejlesztenünk kell, hiszen az az oltári nagy nyomás, amit a világban a migráció, illetve annak az avval való, annak a kezelése, ezt így szokták ugye mondani ott a fejlett nyugaton, jelent, az óriási kihívások elé állítja azokat, akik az ország biztonságát kell, hogy szavatolják. Ez ugye egyrészt a környezet. Másrészt megváltozott az egész biztonsági környezet Európában. Ma már nem úgy zajlanak a háborúk, hogy írnak egy jegyzéket egymásnak, azt, hogyha nem jó, akkor összecsapunk, megbeszéljük, mikor, hol találkozunk, elmegyünk, lemecseljük a dolgokat. Már a két világháború se feltétlenül erről szólt, de most azért még inkább úgynevezett atipikus, aszimmetrikus vagy hibrid hadviselés. Jön valaki, azt fölrobbantja magát valahol. Tehát a terrorveszély
is belekeveredett a háborúba. Erre valamilyen formában fel kell készülni, nem csak a belbiztonsági szerveknek, hanem nyilván a katonaságnak is. Vannak új kihívások, ilyenek például a kibertérben elkövetett támadások, a kiberhadviselés, amivel egy egész országot tönkre lehet tenni, egy-egy gomnyomással, egy-egy új eszköznek az alkalmazásával. És hát természetesen az, amit megörököltünk. Hiszen azért azt ne tagadjuk már el, hogy milyen hadsereget is örököltünk az elvtársaktól. Tehát mi voltunk katonák, ugye sorkatonák. Na hát az mindenki egy kicsit nosztalgiával gondol rá, meg ugye azt szoktuk hallani, hogy milyen jó, hogy elmentünk katonának, mert ott rendbe ráztak bennünket. Én másfél évig voltam sorkatona, és nekem vegyesek az érzelmeim ebből a rendberázással. Meg szerintem mindenkinek, aki volt sorkatona. Én az életem egy jelentős értelmetlenségének tartom, hogy ott bent kellett lennem, és mondjuk végig kellett néznem, ahogy végig dorbézolnak az akkori tisztek. Ott józan embert már délután nem lehetett látni a laktanyában. Hát hogy lehet úgy védeni a hazát? Hát hogy lehet úgy példát mutatni a honvédeknek? Szóval ez egy egészen, hát emlékszünk azokra a műszaki eszközökre, tologatták. Épp most meséltem valakinek, hogy nekem ügyeletes írnokként, mert én térképész voltam, mindig számon kellett tartanom, hogy az amerikai műholdak azok hogy repülnek el, és akkor elkezdték tologatni ki be a csepelautókat, amik nem indultak már be, mert annyira szétbarmolták, annyira leamortizálták az egészet. Szóval megörököltünk egy ilyen helyzetet, és ezen a rendszerváltás nem hogy segített volna, hanem inkább még mélyebbre taszította az egészet. Tehát ilyen maradék elven osztogatták a pénzeket, mondjuk arról nagyon nem kellett beszámolni, és az első fejlesztésre emlékszünk, mi volt az első fejlesztés? Amiért aztán össznépi támadást kaptunk. Hát a Gripenek megvásárlása. Ezek a Gripenek ma még mindig akkor teljesítik a feladatukat. Akkor lettünk rosszba az Egyesült Államok. Így van, és hát aztán a 2002-2010 közötti évekről, ahol most mindenkit, aki akkor felelős volt, mondjuk Vadai Ágnes volt akkor a politikai államtitkár, ott... Igen, értjük, na de azért gondoljuk bele, hogy ő most viszi azt a vonalat a parlamentben, hogy nekiugrott rögtön az új miniszternek, egy négycsillagos tábornoknak a bizottságülésen, és össze-vissza próbálta úgymond sarokba szorítani. Az nevetséges, amit ők tettek. Én csak egyre hívnám fel a figyelmet, ami egyébként a sajtóban is megjelent, mondjuk azt, hogy a Gyurcsány rögtön, mikor miniszterelnök lett, az összes harckocsit, a T-72-eset, mert 77 T-72-es harckocsit Iraknak ajándékozott, hát ilyen, miért ne, ugye? De azért volt ott egy másik adat, most gyakran beszélünk az önkéntes tartalékos haderőről, annak a megszervezéséről, ugye 17 tartalékos katonánk volt 2010-ben, 17. Nem 17 ezer? Nem, 17 ember volt. Ma már 6700 van. Visszatérünk még egyébként mindjárt a sorkatonai szolgálatra, egy mondat erejéig, de ha már a új kihívásokról és a biztonsági kockázatokról volt szó, és értelemszerű, hogy első helyen említetted a migrációt és az ezzel kapcsolatos összes létező biztonsági kockázatot, nagyon félve, mert fölöttébb mocsaras területen járunk és területre tévedünk, de csak rá kell kérdezzek. A jelenlegi Ukrajna, mint tőszomszédunk, és a gyakorlatilag Ukrajnában túlszulejtett 150 ezer kárpátaljai magyar, az nem jelent bizonyos szempontból biztonsági kockázatot, különösképpen az ő sorsuk? De igen, természetesen. Főleg annak a fényében, hogy mi gyakorlatilag magyar nemzetben gondolkodunk, és a Kárpát-medencében határoztuk meg azt a területet, amit ugye a magyarok szállás területének hívunk. Nagyon is komoly kockázatot jelent, vissza is élnek ezzel, és a túlszulejtés szó az nem csak abban a tekintetben igaz, hogy minden áron megpróbálják megakadályozni, hogy mi magyarként éljünk, hanem tényleg biztonságilag is problémás. Hát csak az elmúlt időszak magyar ellenes, nyugodtan nevezhetjük így terrortámadásaira, ha gondolunk, ami Kárpátalján megtörtént. Ugye nyilvánvaló, hogy egy anyaország, ami komolyan veszi magát, ezt nem nagyon nézheti tétlenül. Feltétlenül. Nem is nézzük tétlenül. És ez nem azt jelenti, hogy be kell vonulni fegyverre Ukrajnába. Nem azt jelenti, de azt gondolom, hogy minden egyes politikai ténykedésünkör,
Ezt jeleznünk kell. Tehát nekünk a magyar érdeket kell szolgálnunk, nekünk minden magyar ember érdekét. A világ összes magyarjának, így a kárpát-aljai 150-170 ezeres magyar közösségnek is az érdekét kell szolgálnunk. És az összes döntésünket ebben a keretben kell meghatároznunk. Ma szerencsére olyan külügyminisztere van az országnak, olyan külpolitikája van, olyan kormánya az országnak, és olyan az emberek jóvoltából olyan parlamenti többsége, ami ezt elsődlegesnek tekinti. Elsődlegesnek tekintjük azt, hogy nekünk Magyarország az első. És utána jöhet bármi más. Visszatérve a sorkatonai szolgálatra, igen, te másfél évet voltál, én előfelvételisként egy évet töltöttem a festői Ercsiben, mint pontonos hidász katona. Én sem tartozom azok közé, akik túl nagy nosztalgiával gondolnak vissza arra az egy évre. Azok közé viszont tartozom, akik azt mondják, hogy még az egy év is sok, de én 6 hónapra elvinnék minden fiatal embert katonának. Nem többre, 6 hónapra. Semmiképpen sem szeretném most, mint parlamenti államtitkárból kihúzni azt a mondatot, hogy hajrá te is, mert akkor 3 hónapig azt fogjuk olvasni az ellenzéki sajtóban, vagy 4 évig, hogy a Fidesz be akarja vezetni a sorkatonai szolgálatot. Pedig erről szó sincs. Hogy is mondjam, csak én ilyen nevelési és lélektani okokból vinnék el 6 hónapra minden fiatalt, hogy egy kis kutyafittyet tanuljanak, zárójel bezárva. Amellett viszont nem nagyon tudok elmenni szótlanul, hogy miközben az egyik nagy liberális tabu a sorkatonai szolgálat, a közben mondjuk, ha információim nem csalnak, a liberálisnál is liberálisabb svédek éppen most készülnek visszavezetni a sorkatonai, kötelező sorkatonai szolgálatot, és van még egy-két ilyen ország. Miért? Hát még nyilván... olyan nagy marhaság ez a kötelező sorkatonai szolgálat? Nyilván arról szól a fáma, amiről az előbb beszéltünk. Tehát a veszélyérzetük fölébredt. Tehát a svédeknek föl is ébredhet a veszélyérzetük. Tehát van épít mire? Az ideje, hogy ott többen fölhívták a figyelmet. Gyakorlatilag ők teljesen leszoktak arról, hogy svédek legyenek. Teljesen leszoktak arról, hogy Svédország az első. Mi erről még nem szoktunk le, és nálunk szerintem nem szorít annyira a cipő, mint náluk ebben a tekintetben. Ugye a hazavédelme, ha úgy tetszik, az mindenkinek alkotmányos kötelezettsége, azt gondolom, és mindenki, aki szereti a hazáját, az valamilyen eszközzel képes arra, hogy megvédje. A katona annyira szereti a hazáját, illetve olyan feladatot vállal, olyan szolgálatot vállal a hazája érdekében, hogy akár az életét is adja érte. És ezért nagyon fontos, én azt gondolom, inkább a kötelezés helyett, a direkt kötelezés helyett, hogy olyan környezetet teremtsünk, hogy aki fegyveresen hajlandó megvédeni a hazáját, aki hajlandó olyan esküt tenni, amiben az életét felajánlja ezért a szolgálatért, a hazaszolgálatáért, annak adjuk meg a lehetőséget, és ez többek közt ez az önkéntes tartalékos rendszer egyébként, amit az elmúlt időszakban területvédelmi alapon, tehát mind a csak nem 200 járásban megszerveztünk, és mindegyikben működik. És van egy nagyon jó hírem még számodra és azok számára, akik szeretnék, hogyha a fiatalok ebben a regulában is részesülhetnek, hogy ezeknek az új tartalékosoknak és a jelentkezőknek a nagy része fiatalember, egyetemisták, főiskolások, és nagyon nagy létszámban jelentkeznek. És most ehhez egy ösztöndíj rendszer is kapcsolódik. Úgyhogy a dolog az nyitott mindenki számára, még egyszer, aki szeretne valamilyen formában csatlakozni ehhez. Csak még egy mondat a hazáról, meg a hazavédelméről, hogy mégiscsak volt egy árulkodó pillanat itt a történelemben, nem a miénkben, de ha Európa egészét tekintjük, amitől szerintem lehet számolni azt, hogy elkezdett minden elromlani. Mert amikor hogy a hazáért akár meg is halok, ezt mondjuk mi magyarok, és még az én generációm, akinek az iskolába ezt tanították, ez nem egy meglepő fordulat. Annál meglepőbb az a fordulat, amit amúgy egy ír, egy James Joyce nevű ember mondott ki először a száján, hogy halljon meg a haza értem. És én azt gondolom, hogy ez volt az a
mondat, az a szimbolikus pillanat, amitől kezdve elindult valami rettenetes lelki és tudati lepusztulás bizonyos körökben, és ami elvezetett a mai naphoz. Igen, hát ez a liberális méhtejnek szokták nevezni ezt, de hát van azért a közelmúltunkban, ha már te is egy ilyen atlantista személyiséget hozol, azért volt itt egy Kennedy is, aki meg pont ennek az ellenkezőjét mondta, hogy ne azt nézd, hogy a hazád mit tehet érted, hanem azt nézd, hogy te mit tehetsz a hazádért. Tehát itt nyilvánvaló, itt két álláspont vetekszik egymással. Én Magyarországon más tapasztalok. Aki szintén ír volt. Tehát én azt látom, hogy most, amikor tehát április 8-ára visszagondolok, akkor a hazaszeretet győzött. Tehát az számomra egyértelmű volt. Ugye mindenki már dörzsölgette a tenyerét, hogy most már lassan 80% lesz a részvétel, itt elbukott minden, amit képviseltünk, és mi azt üzentük az embereknek, hogy nekünk Magyarország az első, ide nélkülünk nem lehet betelepíteni embereket a magyar parlament döntésért, Magyarország szuverenitását, a nemzeti kultúránkat, az európaiságunkat, a biztonságunkat védjük. Tehát mi ez, ha nem ez a hazaszeretet? És tessék megnézni, kétharmaddal győztünk. Tehát április 8-án a hazaszeretet győzött, és számomra ez a biztató. Akkor ezt a logikát tovább folytatva, mutatkozik esély arra, hogy előbb-utóbb egész Európában, vagy legalábbis az unió országainak többségében is győzni fog ez a hazaszeretet? És itt gondolok most példaként az osztrákokra, gondolok az olaszokra. És hát jó, sorban lesznek választások, sőt jövőre Európa parlamenti választás is lesz, ami szerintem a mi életünkben az első valódi téttel bíró európai parlamenti választás. No szóval summa summarum, a magyar példa lehet, hogy ragadós lesz Európában? Már ragadós. Tehát én is így látom, ahogy te, és a fő kérdés az ez. Meg tudjuk-e védeni az öreg kontinenst? Mindattól, amit a nyakunkba akarnak sózni. Az öreg kontinensen, vagy egy egyesült európai államok jön létre, vagy pedig a nemzetállamoknak az összessége, és ez nem ugyanez a kérdés. Tehát én azt hiszem, hogy a magyar álláspont az ragadós. Ha csak kinyitod a sajtót, a nemzetközi sajtót, megnézel egy ilyen sajtószemlét, nézed a különböző híradásokat, akkor ott mindig mindenütt Mr. Orbán neve föltűnik, és már is mondják, hogy mi a helyzet vele kapcsolatban. Gyakorlatilag egy igazodási pont lettünk. A minap Schmidt Mária vendége volt egy úgynevezett német felegyerek publicista, akit úgy is szoktak emlegetni, mint az Alternativa für Deutschland egyik ideológusát a háttérből. Nagyon megragadott bennem egy mondat, amit ő adott itt egy interjút Budapesten, és ő mondta ki ezt a mondatot, a saját hazájára gondolva, meg persze Európára. Azt mondta, hogy aki Afrikát importálja, az ne csodálkozzon, ha Afrikává válik. És ha ma körülnézünk Franciaországban, Németországban, Olaszországban, bárhol, akkor ezt fogjuk látni. Sok embertől megkérdeztem már, te se fogod megúszni, mert igazából senkitől se kaptam kielégítő magyarázatot. A liberális európai mainstream politikának és az úgynevezett értelmiségi megmondó embereknek, meg ennek a neoliberális média világnak miért jó, ha Afrikát csinál Európából? Nem hiszem el, hogy ők jól érzik magukat, miközben látják a saját városaik szlömösödését, lepusztulását, a közbiztonság megszűnését, nem hiszem el, hogy ebben jól érzik magukat. És mégis erőltetik. Miért? Erőltetik. Hát most bukkant föl valamelyik internetes labban egy 2006-os titkos anyag, amit sikerült kicsempészni, vagy megszüntették a titkosságát. Hát ez az egész erre készültek. Ugye eleinte azt mondtuk, hogy hát ezek nem normálisak, ezek biztos nem érzik jól magukat. Tehát próbáltuk így fölmenteni őket, mert kérdezik, direkt ezt csinálják. Na most hát a direktségnek ugye több oka van, több motivációja, lehet pénzügyi, gazdasági, politikai motivációi. Én lelkit is látok mellette, ez a lelkiismeret furdalás. Hát azért gondoljunk bele, mondjuk a belgák mit műveltek Kongóban.
Tehát el tudom képzelni, hogy van ilyen komoly lelkiismeret furdalásuk, tehát ez is egy mozgatórugó lehet, de azért azt is látom, hogy ez egy óriási üzlet. Tehát ide behozni, szállítani, összejátszani, kimenteni, lakhatást biztosítani. Óriási pénz, nagyon nagy üzlet, ehhez lehet csatlakozni politikailag, ugye, meg eddig ment a szekér, nem mondjuk, hogy nem, mert akiket behoztak, azok mindig a baloldaliakat támogatták, balliberális erőket támogatták a választáson. A balliberális erők létrehoztak egy olyan világot, amiben nekik kell tudni megfelelni. Az összes beszédünkkel, cselekedetünkkel, mindennel. Mondjuk ez a katonásabb államokban odáig megy, aki nem felel meg, annak lőttek, mármint a jövőjének. Kevésbé katonás államokban meg ugye még csak kigúnyolják őket, meg kifigurázzák, de abba gondoljunk bele, hogy aztán elkezdtek azok a jobboldalinak mondott kereszténydemokraták is átváltani. Hát ma a néppártban kikülnek. Hát ne haragudjunk, de a mi szövetségünk az egészen szélső baltól, szerintem szélső jobbig. Ugye úgy szoktuk mondani, hogy soros emberei minden ott ülnek. Tehát kialakult egy ilyen világ, és ebben a világban még ez szavazatot hoz. De aztán pont arról beszélünk, hogy ugye a német alternatíva, az nem a szó hagyományos értelmében egy baloldali alternatíva, vagy zöld alternatíva, vagy liberális alternatíva, mert jobboldali alternatíva lett, tehát ők most visszaszerzik ezt a teret. Én szerintem vissza fog alakulni a történet, mert jól látható, hogy az embereknek meg ebből nagyon elegük van. És a hagyományos demokráciákban, ahol azért mégiscsak az emberek döntenek, ott előbb-utóbb ez megjelenik. Megjelent Ausztriában, megjelent Olaszországban, és olyan politikai erők kaptak lehetőséget az országok irányítására, akik köszönik szépen nem kérnek ebből, de nem csak az illegális bevándorlás megszervezéséből nem kérnek, hanem az egész politikál korrekt világból, ami ezt az egészet leönti mázzal. Jól feleltem, tanár úr? Jól felelt, tanár úr, igen, ezt nagyjából elfogadom. Egy percek maradt, és azért még egy dolgot hagyj kérdezzek meg. Most, hogy így beszélgetünk pénteken, most jelent meg egy friss, ropogós cikk hír arról, hogy Kurzék Ausztriában úgy döntöttek, hogy imámokat kiutasítanak Ausztriából, és bezárnak mecseteket. És az egyik hivatkozási alap, amit lehet olvasni ebben a kis beszámolóban, hogy egyebek mellett imámok meg ezekben a mecsetekben folyó politikai iszlám, ami nem megtűrhető, sok egyéb mellett a külföldről való finanszírozás törvényét megsértették. Ezek szerint Ausztriában is van ilyen törvény. Csak nem ismerős. Hát, nyilván. És ebből következik egy percben, kérem szépen a válaszodat, hogy mekkora ribillióra számítasz, amikor majd a parlament el fogja fogadni a stopsorost? Hát ugyanakkorára, ami volt. Tehát ez nem újdonság. Ugye emlékszünk, talán azt hiszem én jelentettem be, hogy a stopsorost a magyar emberekre bízzuk. Ugye beterjesztettük, és azt mondtuk, hogy akkor nézzük meg, mit mondanak erről április 8-án a választáson az emberek. Az emberek azt mondták, hogy fogadjátok el, hiszen nekünk kétharmadot adtak. Mi meg el fogjuk fogadni, sőt annak az erősebb változatát, a kibővített változatát. Ez egy olyan akcióterv egyébként az alkotmánymódosítással együtt, amely alkalmas arra, hogy az ország szuverenitását és az emberek biztonságát garantálni tudjuk. Sziszi, akkor összefőzünk egy jót. Köszi. Köszi, hogy itt voltál. Köszönöm. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szokott időben várom önöket. Viszontlátásra!